Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm az Apostol TV nézőit. Ez a műsor a Sursum Corda címet hordja az én szívemben, de a műsor újságban úgy szerepel, hogy Örömhíreink Dióhéjban. Aki már találkozott ezzel a műsorral, azt is hívom, aki most látja először azt is, hogy az öröm útját járjuk együtt, hogy miért is támad bennem egy gondolat, hogy ilyen típusú műsorban találkozzunk a kedves nézőkkel. Mindannyiunk élménye lehet valószínűleg ez, hogy az ember megáll egy buszmegállóban, összefut egy ismerőssel, vagy utcasarkon bárhol, és elkezdünk beszélgetni. Fölteszem a kérdést, hogy hogy vagy, és akkor a fenegyen meg már megint elment a busz, a kutyafáját a főnökön milyen vagy, jaj az anyósommal, ez a baj. És az ember reggeltől estig szígy az időjárást, a politikát, és panaszkodunk folyamatosan. Mi azért ülünk most itt, hogy ne a panaszunkat és a mérgelődésünket osszuk meg egymással, és öntsük ki a földre, hanem az örömeinket. Örömhéreink dióhéjban, ezt mondtuk, az evangélium szó cseng benne valahol vissza. Az igazi örömhír az maga az evangélium pedig azt az örömhírt hozza számunkra, hogy emberek, képzeljétek el, hogy Isten szeret minket, hogy nem csak úgy van az Isten, hogy valahol a nagy mindenségben, hanem hogy itt van, hogy itt nekünk jelen van, hogy jelen van az életünkben, hogy együtt jár kell velünk. Az örömeinkről beszélni, nagyon szemérmesek vagyunk. Tehát egyszer olvastam egy írás, nagyon régen készült, Louis Evely írta ezt az írást, az Öröm útja volt a címe. Akkor Hagyó József atya fordította ezt az írást, és még gépelve, ilyen szamizdat formában olvastam. A Louis Evely az egy lelkigyakorlatot tartott, egy sorozatot, tan egy hetes lelkigyakorlatot ez a könyv, ezt tartalmazza, a Fuku atya kistestvérei közösség tagjainak. És ott szerepel egy ilyen megfogalmazás, hogy milyen érdekes, hogy milyen furcsák vagyunk mi, hogy szívesen osztozunk a barátunk fájdalmában, de mintha az örömében nem szívesen osztoznánk. És elmondja, hogy gondolj csak végig azt, hogy Nagybőjtben milyen szorgalmasan járjuk a keresztutat 40 napon keresztül, és utána megtörténik a húsvét, megünnepeljük a föltámadást, és elvágták volna. Az örömében magára adjuk a barátunkat, és nem megyünk vele sehová, pedig ő ezt az első utat, a keresztutat ezért a másodikért járta végig, az öröm útjáért, hogy az örömre tanítson meg bennünket. Hát mi most azért ülünk itt, hogy ezen a második úton menjünk együtt, ha valaki hív bennünket, Jézus hív meg erre az útra. Fülünkbe cseng Pál apostolnak a biztatása a Filippi levélben, mely így hangzik, hogy örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Ez a mondat előkerül az advent harmadik vasárnapi szentmiséjében is, a Gaudete vasárnap szentmiséjében. Üzenet, meghívás számunkra az örömre. Egy olyan embertől, aki ezt ráadásul börtönviseltként, sokszorosan megkövezettként, sok mindenben megszenvedett emberként írja, szintén börtönből is írja ráadásul ezt a levelet, és tud örvendezni. Arra gondoltam, hogy olyan beszélgető társakat hívok ebbe a műsorba, akiknek az életében ott bujkál ennek a szépsége és gazdagsága, az öröm. Találkoztam én olyan emberekkel is, akik meséltek nekem már az örömükről. Éppen nemrég hallottam valakinek a tanúságtételét, beszámolóját, aki beszámolt arról, hogy arra a repülőgépre vett jegyet, amelyiket valaki neki vezetett a hegy oldalának, és ő lemaradt erről a repülőgépről, és hogy mennyire szeret engem a Jóisten, hogy ezt megúsztam. És akkor kicsúszott a számon a kérdés, hogy na és a másik 250-et azt akkor nem szerette a Jóisten. Akik benne voltak a repülőgépben, neki mentek a falnak és meghaltak. Mert általában az örömeinket úgy képzeljük el, hogy jó sikerült, megnyertem, megdicsértek, nem fájt, vidám voltam. Lehet-e úgy örülni, ahogy a Pál apostol mondja a börtönből, hogy örvendjetek az Úrban szüntelen.
Hadd mutassam be mai vendégünket, Simon András kedves barátomat, és bizalommal mondhatom így, hogy barátom, nagyon sok év óta ismerjük egymást, és engedjél meg a kedves testvérek, hogy itt mi most tegeződve beszélgessünk épp a régi ismeretség kapcsán is. Simon András, akit megkérdeztem, hogy hogyan kell bemutatni őt, úgyhogy Simon András grafikus, Simon András grafikus művész. Maradjunk ebben, hogy ő Simon András az ember, aki egyben grafikus is. Köszöntelek, András, sok szeretettel. Köszönöm. És köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai találkozásunkra. És neked címzem most a kérdést, de hát, vagy a kérdéseket, a kérdések csokrát, de hát tulajdonképpen mindegyiknek szólnak ezek a kérdések. Beszélgessünk egy kicsit az örömeinkről. Beszélgethetünk persze általában az örömről is úgy általában, az is egy érdekes lesz, és majd egy-két olyan kérdése is talán időnk jut. De hát elsősorban én a te örömeidre lennék most kíváncsi, és egy kicsit hadd legyek én a nézőknek a képviselője, hogy az ő nevükben mi mindent kérdezgetnék én meg tőled szívesen. A legfrissebb élményeim vezetnek ebben, ugye itt van előttem egy könyv, nemrég jelent meg ez a könyv, Simon András egy vonalban Istennel. Most nem könyvbemutatót szeretnék tartani, nem is azért van itt ez a könyv. Tehát olyan valakiről van szó, aki egyrészt az egyvonalas rajzoknak a kitalálója és alkotója, másrészt aki törekszik arra, hogy élete során valahogy egyvonalban legyen az Istennel. Ezt sok érdekes megközelítésben hallottam már úgyis, hogy valaki ugye telefonon, most éppen vonalban vagyok valakivel, vonal másik végén avval beszélek, aki nekem nagyon fontos, vagy valami nagyon érdekeset mond, vagy fontosak vagyunk egymáshoz, de ezt más is jelent, hogy egy vonalban haladunk, tehát amerre ő megy, arra megyek én is, és nem maradok le, vagy nem térek el másfele. Sokféleképpen lehet érteni. Én is próbáltam ezt megfejteni, és mielőtt még a kedves vendégünket szóhoz engedném jutni, hadd idézek ebből a könyvből, mert engem ez igézett meg, amit most idézek, az megigézett ebből a könyvből, ami egy riportkönyv, majd azt hiszem, hogy mindenki meg fogja ezt venni ezek után. Elmondanám, hogy Simon András a könyv szerzője, ez egy párbeszédes önéletrajzi riportkönyv, ahol a Simon beszélget az Andrással, maga a forma is nagyon felcsigázta az érdeklődésemet. Szóval ebben a könyvben a párbeszéd során egy kérdésre azt válaszolja András Simonnak. A művész olyan ember, akinek lelkében egy titkos rózsakert van. Maga sem tudja, hogyan kerültek oda a rózsák, mert nem ültette őket. Minden esetre nap mint nap rájuk csodálkozik, gyönörködik bennük. Ez a gyönyörűség olyan örömforrásá válik benne, ami hálássá és boldoggá teszi. Aztán eljön egy pont, hogy az örömét nem tudja magában tartani. Elkezdi szálonként szétajándékozni a boldogságát rajzban, énekben, táncban, írásban és sorolhatnám, vagy mosogatásban, beszélgetésben, bármi más egyébben. És akkor most erről a mondatról elindulva szeretném megkérdezni, hogy hogy is vannak ezek a rózsák? Milyen rózsákat találtál te a szívedben? Mik azok az örömök, amiket ez a könyv is hordoz magában, és elsősorban te hordozol magadban? Az életed örömei, az elmúlt évek örömei, a tegnap. Egyáltalán hogy is került erre a könyvre sor? Erre a bekezdésem, most felolvastam, hogy került sor? Igen. Köszönöm szépen a beszélgetésnek a megtisztelő lehetőségét, és szeretettel köszöntöm én is a nézőket. A könyv ötlete abból született, hogy nagyon sok kortársam idő előtt halt meg mellettem, és úgy belegondoltam az ő helyzetükben, milyen nehéz lehet, hogy bár lett volna valószínűleg súlyos és komoly mondani valójuk még a saját életük üzenetére vonatkozólag, talán szerették volna elmondani, hogy mit szerettek volna akár szellemi vagy lelki hagyatékként átadni a gyermekeiknek, a családjuknak, a barátaiknak, és nem volt rá lehetőségük. Én pedig ezt a tragikus és gyors halált úgymond oldalról megelőzve, hiszen nem tudhatom, hogy mikor halok meg,
arra az elhatározásra jutottam, hogy mindenképpen szeretnék még életemben egy emlékművet állítani, úgymond egy lelki emlékművet állítani, annak a rengeteg sok szeretet élménynek és kegyelemnek, amit Istentől kaptam. Tehát nem magadnak állítasz te emlékművet. magamnak nem kell emlékművet állítanom, hiszen mindaz, amit tudok, amire képes vagyok, akár szóban, akár írásban, akár tettben, gondolatban, tehát minden ajándék, amivel rendelkezem, végül is Istennek az ajándéka, úgyhogy csak róla szól. Hát az talán túlzás lenne azt mondani, hogy csak róla szól az életem, szeretném, ha róla szólna, és láthatóvá válna valamilyen módon, de való igaz, hogy mintha Isten felkent volna engem az örömnek az olajával, sok-sok örömteli dolog történt az életemben, és fogékony vagyok rá. Tehát van egy fülem, van egy szemem, amivel szinte keresem az örömet. Úgy is mondhatnám, a könyvben ez is meg van fogalmazva, hogy úgy kezdem általában a napomat, ha csak meg nem feledkezem róla, hogy még félkómában, úgymond a felkelés, tehát az ébredés után és a felkelés között hálát adok Istennek mindazért a jó ér, ami a mai nap érni fog, amiben az az érdekes és a kihívás tulajdonképpen, hogy még nem tudom, hogy milyen jó fog érni, de ha már előre hálát adok azért, ami érni fog, akkor a lelki szemei már is arra fókuszálnak, hogy mindenben keressem azt a jót, amiért hálát adhatok. Ha már ért valami ilyen dolog, amire azt mondod, hogy öröm. Hát például nagyon egyszerű kis öröm, hogy tegnap sikerült a téli gumikat több hónapos késéssel felszerelni az autóra, és az a jó érzés, hogy biztonságosan közlekedhetek a mostani kis fagyos utakon, ez például már jó érzéssel tölt el. Az elmúlt évednek, például 2016-nak, amire úgy gondolt vissza, hogy mi volt azon örömteli pillanata, vagy esetleg nem is egy, hanem több, amit szívesen ide hoznál most közénk? Hát talán a legkiemelkedőbb az, hogy elhatároztam a múlt év elején, hogy szeretném ezt a Istenre hangoló, hálaadó kötetemet megjelentetni, amit gyakorlatilag majdnem egy éven keresztül írtam, minden nap 3-4 órát neki szentelve, és ez sikerült befejezni. Ez egy nagyon nagy öröm. És azt gondolom, hogy ez nem is kis tett, és ez most azért lelkesítő számomra, mert ha erre képes voltam, akkor talán másra is képes leszek, és akkor merhetek még fölírni a bakancs listámra egy-két jó dolgot. Igen. Nekem a verebek azt csipelték, hogy azért ez nem egy év alatt készült ez a könyv, hanem tulajdonképpen ennek sokkal régebbi gyökerei is vannak, tehát hogy ha azt mondjuk, akkor 10 év alatt készült ez a könyv. Hát úgy is mondhatnánk, hiszen 10 év előtt kezdtem el, igen, magát az önéletrajzot írni, sőt el is jutottam már a 100. oldalig, amikor aztán a Mária Besnyői Lelki Gyakorlatos Háznak a vezetői megkértek, hogy tartsak ott egy lelki gyakorlatot, és akkor az a önéletrajzi kötet félben maradt, hála Istennek, mert hiszen az elmúlt 10 év alatt azért sok olyan dolog történt, ami ha azt akkor befejezem, akkor nem kerülhetett volna bele. Ugye érdekes lenne arról elbeszélgetnünk, hogy általában miből fakadhat az ember számára öröm, hiszen ez a bekezdés, amit itt idéztem, tehát a művészeket, nem csak a grafikust, hanem hogy általában a művészeket úgy jellemzi, hogy olyan valaki, akiknek a lelkében van egy csomó olyan szép dolog, amit Isten ültetett vele, ami a gyönyörűség és öröm forrása lesz ő benne, és eljön egy pont, amikor ez ki akar törni belőle, nem engedi magába tartani, és elkezdi szétosztogatni. Na most ezek szerint a riport regényben is a kérdező megkérdezi ezt, hogy így, hogy akkor tulajdonképpen csak azokból válik önmagukat kifejező művész, akinek ilyen örömeik vannak. Csak az örömök tesznek bennünket művészé. És érdekes itt a válasz, idézlek akkor onnan a válaszból. A művészek nem csak akkor alkotnak, amikor megelégedettségükben nagyon jól érzik magukat, hanem akkor is, amikor fájdalmasan vágyakoznak az elvesztett, vagy talán még meg sem talált harmónia után. Isten a felhőtlen örömtől a kétségbeesésig az emberi érzelemvilág teljes skáláját felhasználja arra, hogy alkotásra ösztönözze a művészeket. Tehát akkor úgy gondolom, hogy azok az örömök, amikről
te ebben a könyvben írsz, meg egyáltalán rajzolsz, beszélsz, meg most is, amiket megosztasz velünk, azért azok kicsit mégiscsak rokonok azokkal a rózsákkal, mert hát azt szokták mondani, hogy nincsen rózsa. Tövis nélkül. Ugyan tudjuk, hogy a biológusok ettől kicsit kivannak, mert nem, arról nem tövés, sem tüskéje van, de most nem menjünk ebbe bele, mert igen, úgy lenne ez igazán biológus nyelven szabatos, hogy nincsen rózsa tüske nélkül, de ezt mi már nem mondjuk. Az már nem olyan jó hangzik. Igen, tehát hogy azok az örömök, amikről te beszélni tudsz, azok összefüggésbe lehetnek a szenvedéssel, áldozattal, és akkor is örömök. Nos, hát ilyen örömökről is mesélhetsz nekünk. Érdekes dolog ez, mert hiszen az örömhöz általában a boldogság, a jókedv, a felhőtlen, gondtalan élet kötődik, de az én életemnek a legnagyobb öröme, ahogy a felvezetődben mondtad is, az a születésemtől remélhetőleg a halálomig kitartó gyönyörű élmény és tapasztalat, hogy az Isten szeret. Senki sem tud engem úgy szeretni, hogy az Isten szeret. Sőt, azt a fájdalmat, hogy élő ember részéről azt a szeretet vágyat, ami bennem van, és amelyet az Isten helyezett belém, ember ki nem elégítheti, ennek a kielégíthetetlenségnek a fájdalmát tulajdonképpen az öröm tölti be, hogy az Isten viszont végtelenül szeret. Az ő szeretetében meg tudok bízni, az ő szeretetében soha nem kell csalódnom. Noha én magam sajnos akarva és akaratlanul is sok csalódást okoztam neki, de ez az öröm, ez átjárja az életemet, és persze mindenki, aki a jelenlegi adást is látja, és bármilyen szeretet kapcsolatban áll emberekkel, az nagyon jól tudja, hogy a szeretet az fájdalommal jár. De akkor is átjár minket az az öröm, ha éppen a lemondás fájdalmát éljük el, amikor elveszítjük a gyerekeinket, nem elveszítjük, elengedjük a gyerekeinket például, hogy ők mégiscsak, hogy vannak, hogy van egy fiam, van a lányom, vannak a lányaim, ugye nekem három lányom és egy fiam van, egyikük sem él már velünk, és gyakorlatilag ugye el kellett őket engedni. És a fiatal édesapának az a csodálatos öröme, hogy ölbe kapja a gyerekeit, agyon csókolgatja, puszigatja őket, kézenfogva vezeti őket iskolába, vodába, ez megszűnt. Ez a szoros testi kapcsolat, az ölelgetős kapcsolat megszűnt, el kellett engedni, ez is egyfajta fájdalommal jár. Most már ugye a 30 éves lányomat, ha csókolgatnám, puszigatnám, az ölembe lenném, akkor nagyon furcsán néznének rám. De átalakult a szeretet, és mindig az átalakulás, a szeretet átalakulása az fájdalommal jár, és mégis ott van a mélyén az öröm, hogy ő van. Akkor pár ilyen kérdést, ami pont ehhez kapcsolódik, hadd hozzak ide. Tehát, hogy igazából miből fakad az ember örömbe? Hogyan szerezhető meg az öröm? Tehetek-e én valamit az örömért? Hogyan őrizhető meg az öröm, ha már az Úristen a lelkembe ültetett rózsákat? Elveszíthető-e az öröm? Mi lehet az örömnek éppen ellensége? Valamifajta összefüggése, relációja van a boldogsággal, szenvedéssel, fájdalommal, áldozattal, amiket te itt mondtál. Ezeknek az összefüggését, harmóniáját próbáljuk megtalálni. Te ezeket rajzokban is meg szoktad fogalmazni, de esetleg most egy-két olyan konkrét eseményt, ami segíthet nekem, nézőknek abban, hogy a magunk életében is rányíljon a szemünk arra, hiszen velem is történtek ilyen dolgok, amire nem is gondoltam, hogy hát ez mekkora öröm. Nem tudatosult bennem, hogy de hát hiszen ez mekkora öröm. Igen. Hát most, ami rögtön eszembe jutott, aztán remélhetőleg még más is eszembe jut, hogy a fájdalom és az öröm hogyan függ össze? Hogy amikor az ember elhagyatva érzi magát, vagy úgy gondolja, hogy nem tud elég szeretetet mutatni, vagy kapni éppen a másik embertől, akkor szomorúvá válik. Ez a szomorúság betöltés, a szeretetnek a hiánya betöltés után kiállt, akár annak a hiánya, ha én nem tudok szeretni, akár annak a hiánya, ha engem nem tudnak szeretni. Na most jó esetben, én legalábbis többször ezt megtapasztaltam, ez a hiány Istenhez hajt és Istenhez űz. És akkor tulajdonképpen a fájdalomban az ember mégiscsak átéli,
hogy van egy szerető atya, és van az ő fia, és ezt nehéz így szavakban elmondani, nagyon gicsesen hangzik, hiszen szellemi erőforrásról van szó, hogy ott mégis ők szeretnek engem, és a Zsoltárosnak a szavai jutnak eszembe, hogy még a születésem előtt, és olyan jó ebbe belegondolni, hogy a születésem előtt Isten formálta a csontjaimat. Ő ruházott fel azokkal a tulajdonságokkal, még az idők hajnalán, ki tudja mikor, amelyekkel most rendelkezem. És abban belegondolni, abban a személyes, végtelen szeretetben, hogy Isten akarta, hogy én legyek. És hogy bármennyi örömet, fájdalmat, szenvedést élek is át az életemben, miután a hivatásomat betöltöttem, akkor nem a megsemmisülés lesz a részem, hanem ő fog engem várni. Tehát hazamegyek. Hát maga ez is egy örömmel tölt el. Itt a szülő-gyerek példát hoztad az előbb a saját életedből, hogy a szeretetben az elengedést, hogy is élted meg a gyerekeiddel. Nemrég volt a szülő és gyerek kapcsolatnak egy nagyon sajátos ünnepe az egyházban. Urunk megkeresztelkedésének ünnepét ültük a közelmúltban, és ott a Jordán partján az édesapának, a büszke édesapának a szava felhangzik, hogy a vízből a fia kilép, és azt mondja, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Csodálatos. Igen, na most nem a végén. Tehát ez nem úgy történik, hogy mikor már úgy lejátszottuk a meccset, igen, eldőlt, hogy nyertem, hogy jóség, és a végén megtapsol, hogy na jó, szép volt fiúk. Tehát valószínűleg már születéskor ezt mondja, amikor keresztvízből kilépünk. Ez gyönyörű, igen. Hogy te vagy az én szeretett fiam, a kedvem telik most. Holnap. Igen. És aztán is. Mit kell nekem azért tennem, hogy ez a mondat igaz maradhasson? Rajtam múlik az, hogy Istennek kedve telik-e bennem. Isten örül nekem. Tehát az is nem tud örülni ezek szerint. Tehát örömét találja bennem az Úr. Egy szülő, most te már, mint nagyszülő, hamarosan ugye, ott látod, hogy a te gyerekeid élete hogyan folytatódik, és abban is örömödet találod. Az Isten az életem folytatásában találja örömét. Mit kell tennem, hogy örömét találja bennem az Isten? Ő örülni akar nekem. Ez az kérdés mélyen foglalkoztatta mindig a Krisztus követő embereket. A Szentmisében elhangzik ez a felkiáltás, hogy emeljük föl szívünket. A válasz ez, hogy... Fölemeltük az Úrhoz. Biztos? Tehát, hogy elgondolkodtam sokszor, szabad nekem ezt... Nem hazugság ez? Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ezt, nekem is ez egy gond önmagammal, meg hát a testvéreimmel szemben is, hogy mennyire hitelesen mondjuk ezt. Mert hiszen a liturgiában éppen ez a mondat következik, a mise rendjét nem szakítjuk meg azzal, hogy nem mondjuk, én nem emelem fel a szívemet, mert most nincs mit adnom az Úrnak. Tehát, hogy mennyire mondjuk rutinból, igen, hogy szeretlek Istenem, meg fölemelem a szívemet. De van a műsorra, hogy szeretnénk fölemelni a szívünket, hogy örömeinkről, meg az örömről beszélgessünk egy kicsit. Ugye a Bibliában többször elhangzik ez a felhívás. Lukács evangélium azt mondja, hogy tekintsetek föl, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a megváltástok. És ha belapozunk, hogy mikor mondja ezt Jézus, emlékszel rá, most nem vizsgáztatnak, hogy hittem, hogy mivel kapcsolva hangzik ez, hogy emeljétek föl fejeteket, elérkezett a megváltástok. Nem, pontosan nem tudom. A világ végéről beszél Jézus. Aha. A világ összetartói megrendülnek, borzalmak történnek, és akkor ti emeljétek fel a fejeteket. Mert elérkezett a megváltást. A legnagyobb kaosz összebiztosan kellő közepén, a baj kellős közepén. Talán ismered azt a Dorotea Stelgevár kispasztikáját, egy ilyen kis kéz is benne. Hogyne, persze. Isten tenyerén. Uh-huh. Nekem az életem első kis autója egy kis fityó, egy kis Fiat 500-as volt, és nagyon szerettem ezt a képet akkor tájt, és rengeteget, akkor ugye nem volt még fénymás, a fotó volt, és fotóval másoltuk, és csinálni, osztogattam mindenkinek, hogy ez Isten tenyerén vagy mindig. Tehát ugye Isten nem így szeret engem, hanem így szeret. Nyitva. Hát ha akarom, akkor benne tartó, maradok, nyitott ha akarom, akkor hát úgy kell, elmehetek onnan éppenséget, tehát Isten tenyerén, és ez a
ez a kép be volt ragasztva a kis kocsimnak az órába, ott a műszerfalon. Igen, igen. És valaki mondja, hogy ezt azért ragasztottam be, hogy engem ne érjen baleset. Tehát ugye, mint egy ilyen kis totem, vagy valami, hogy kabala, hogy a Jóisten, vagy vigyázz rám, hogy engem nem ér baleset. Hogy dió ügyesen mehet, már semmi baj nem történik, merészkedhetünk az országúton, Jóisten velem. Mondom, nem azért tettem bele, hanem azért, hogyha baleset ér, akkor se felejtsem, hogy akkor is Isten kezébe vagyok. A legnagyobb káosz kellős közepén emeljétek föl fejeteket, hogy ott az öröm, az Isten kezébe vagyok. Mi az öröm abban, hogy összedőlt az ég, itt a világ vége? Hát, hogy itt az Isten kezébe vagyok. Minden bajban ott ennek az öröme. De akartál valamit? Igen, hoztam neked egy kis ajándékot. Összegyűjtöttem azokat a kis könyvelzőimet, amelyek valamilyen szálon kapcsolódhatnak az örömhöz. Nagyon szépen, köszönöm. Témájához. Talán a beszélgetésünkben is tudjuk őket használni. Hát én most szívem szerint egyből mindet végignézegetni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen képeket hoztál. Hát a rajzok azok egyik, a másik, a már ismerős is innen, onnan, igen. Tudod mit? Játszunk. Na játszunk. Mintha ez egy kártya lenne. Nézd, tedd a kezedbe, nyisd szét, mint egy zsugát. Igen. És én húzok egyet, és akkor, ha itt az örömről van szó, akkor most meglátjuk, hogy miről fogunk beszélgetni. Mondjuk ezt választom itt. Igen. Na. De csodálatos. A könyvben is ezt jelöltem ki. Igen? Aha. Szüntelenül örüljetek. Igen, de most először a rajzragadót, a szöveget nem láttam. Igen. A rajzragadót meg, hiszen a könyvben egy csodálatos vallomás van Rainernek az életéről, igen, akivel neked egy csodálatos kapcsolatod volt, esetleg pár szó, arról volt örömmel mesélsz is, hogy kinek a sírján van ott ez a igen. De felolvasom, ide van írva, első Tesszaloniki levél, 5. fejezet, 18. mondata. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Tehát mindenkor örüljetek. Nem, hogy most szerencsém volt, most nem volt pechem, most éppen szerettek engem, most éppen jól sikerült, most éppen győztem, hanem mindenkor. És akkor erről a rajzol egy két szót mondanál? Igen, egy nagyon kedves Németországban élő ismerősöm kért meg arra egy énekes, egy dalénekes, aki a saját hazájában igen híres és közkedvelté vált, hogy hagyd legyen ez az ő személyes szimbóluma, illetve névjegye, és a névjegykártyára ezt a kis szívecskét nyomtatta rá a hangjeggyel együtt. Az ő névjegykártyáján egyébként a szív az fekete, és a szív az piros, és a hangjegy az fekete. Tehát ott talán még jobban kidomborodik a hangjegy jelleg. Egy végtelenül kedves, humoros ember volt, akinek az egész lényéből áradt az öröm, a derű. Egyébként most visszatérve az örömre és a hálaadásra, nagyon erősen érzékelem a kettőnek a szoros kapcsolatát. Tehát, hogyha van örömünk, akkor van miért hálát adnunk. Ha pedig nincs örömünk, akkor adjunk hálát mindenért, nem érzelmi alapon, hanem akarat és tudati alapon. És én magam tapasztaltam azt, hogy a hálaadás az fölkelti az örömet az ember szívében. Tehát, ha valamit, ami nem esett jól, megköszönöm az Úristennek, akkor egyszerűen öröm lesz bennem. Ez nagyon sokszor megtörténik, igen. Tehát mert én azt gondolom, hogy az emberi agy úgy működik, hogy ha én betáplálom, hogy most hálát adok valamiért, akár konkrét cél és ok nélkül csak azt mondom, hogy Uram, köszönöm neked, és hálát adok, akkor az agy elkezd keresni, mint egy kutató, hogy mi az, amire rácsapott legelőször is, hogy ezért is hálát adok, meg azért is. Tehát egyszerűen azt mi magunk döntjük el, hogy akarunk-e hálásak lenni, vagy nem. Az öröm az úgy jön, vagy nem jön. De az, hogy én hálát akarok adni a napomnak bármely részéért, és örömteli, kevésbé örömteli részéért is, az az én akaratomtól függ, és abban engem senki nem tud befolyásolni. Hát, ahogy mondtad a reggeli imádságodat, hogy beavattál bennünket ebbe a titokba, talán követhetjük is Andrásnak ezt az ötletét, hogy reggel az ember föl kell, elővesz egy üres papírt gondolatban, és aláír, hogy köszönöm. Igen, ez jó. És Uram Isten, ez bármit jó. Ráírhatsz. Ez nagyon jó. Az nekem úgy teljesen jó. Ez teljesen jó. Ez ugyanaz a feltétlen bizalom az Isten felé,
mint ahogy az a feltétlen bizalom a fiú felé, és bármilyen apa, amikor kimondja, hogy a saját fiára nézve, hogy te vagy az én kedves, szeretett fiam, és kedvem telik benned. Ez ad szárnyakat, és ez segít fölnőni azzá, amit az apa rólam álmodott, de ha csak a végén, az életút végén várhatok egy jó szót, az ember megfeszül az elvárási kényszerekbe, és sokszor belepusztul. Pehjeinknek a szépsége, tehát ugye most mindenkor örüljetek, mindenért adjatok hálát, ugyanis elhangzik Pál apostol ajkán, esetleg az is lehetett volna az idézet, mert a kettő ilyen mélyen összefügg, hogy te most elmondtad, ott az üres lap, Uram, bármit ráírhatsz, és akkor ezek után aláírtam, hogy köszönöm szépen, este nem lehet reklamálni, hogy fú, Uram, de kiszúrtál velem, meg mi volt ez a mai nap, hogy nem erre gondoltál, nem ilyen lovat akartam, Uram, mégsem, akkor este az ember jön a hálaadásra, és végig visszagomboltam a napomat, hogy hiszen az is, meg az is, meg az is. Pedig milyen kellemetlen volt, pedig milyen, ott éreztem, nagyon rosszul sikerült, és lám, most esetleg ilyen sztorid van, ami... Éppen ezt akartam mondani, hogy mondjam el, mert egy érdekes, ez tegnap történt. Tehát ugye nagyon nehéz kiszámítani azt, hogy az ember hány naptárt rendeljen meg a nyomdától. Ugye szeretik az emberek, és nagyon hálás vagyok, köszönöm a jó fogadtatásért, szeretik az asztali naptárjaimat. És nagyon nehéz az belőni, hogy hány naptárra lesz igazából igény. És most úgy jártam december végére, hogy elfogytak a naptárok, pedig lett volna még igény boltoktól is, emberektől is. Most legutóbb például valakinek azt kellett mondanom, aki 15 naptárt kért, gyakorlatilag január első napjaiban, hogy elnézést kérek, de hát nem tudok adni. És akkor tegnap találkoztam a egyik katolikus kiadónak a vezetőjével, akik közölték, hogy hát, bizony náluk megmaradt 35 darab naptár. Na most ugye ez azért rossz érzés első körben, mert hiszen a mellette levő keresztény boltokba keresték a naptárt, és ha információ lett volna, akkor átmehettek volna, és ott megveszik. Tehát az ember január első napjaiban nem biztos, hogy örül 35 megmaradt naptárnak, de ugyanakkor meg mégiscsak nagyon jó, mert ennek a megrendelőnek meg tudom mondani, boldogan tudok neki küldeni 15 naptárat. Tehát minden rosszban van jó is, vagy minden jobban van rossz is, ezt nem tudom, ez inkább a másik látásmódnak a megfogalmazása, de mindenben benne van a jó is valahol, amire hálát lehet adni. Ilyen kérdéseket írgattam össze magamnak, ugye, hogy hogyan őrizhető meg az öröm, ezt már elmondtuk, hogy a hálaadás, az úgy tűnik, hogy az fokozza az örömöt, és az táplálja olyan, mint ahogy a rózsát locsolgatnánk. Igen, igen. Azokat a kis rózsákat, amit kaptunk az Úristentől, tüskéivel együtt locsolgatjuk, az is nő rajta, meg a rózsa is, igen. Mi rontja el? Mi veszi el az örömeit az embernek? Mi az, ami megtámadja, mint titkos féreg, fog a rág? Ugye, és akkor kiderült, nem a szenvedés, nem a halál, eszembe jut egy nagyon kedves régi regnumi atyának a mondása, és az most ide citálom egy csöppet. László Gábor atya, nem tudom, hogy találkoztál-e vele. 91 néhány évesen józsefvárosi plebánián töltötte utolsó napjait, és több börtönt megjárva, sok mindenen keresztül ment, és mindig azt mondtam, hogy baj csak egy van. Baj csak egy van. Minden más legfeljebb kellemetlen. És akkor hallgattunk, hogy most mire gondol. Igen. És kiderült, hogy baj csak az, hogyha te utolsó pillanatban is Isten ellen döntenél, hogy a villamos levágta a lábod, az kellemetlen, de nem baj. A baj csak az lenne, hogyha én nem az Isten mellett halnék meg, ha nem úgy fejeződne be az életem. Tehát mindig erre gondolj, hogy minden vége, minden jó a vége jó, tehát hogy úgy éld meg a minden napjadat, hogy ott az Isten jelenlétében teljen minden. Tehát ami elveheti az örömet, az talán épp a bűn, nem a szenvedés, nem a fájdalom, hanem az a szenvedés és fájdalom, amit én okozok, nem amit én kapok. Tehát én azt látom, hogy az örömeink akkor futnak zátonyra, amikor másoknak bajt okozunk, az Úristennek szomorúságot okozunk, amikor bűnt követünk el. Igen. És ami a forrása lehet ilyenkor az örömnek, az pedig a jó szentgyónás, nagyon igazi egészséges jó szentgyónás, mikor úgy dördül a kőműkkel, esik az ember szívvel, és hogy pap úgy fölkapja a lábát, hogy ráesett a nyomtató szívbe, akkor a kő esett le a szívemről. Igen,
felszabadult. Egyébként hát úgy 23. János pápának a szava jutnak eszembe, amit szintén idézhetek ide, aki azt mondta, hogy ne úgy üljetek a templom, mint a temetőben lennétek. Ha megnézed, a templomba jönnek ki az emberek, ilyen nagyon komoly arccal, templom és mindenki beül, és akkor jobbra-balra nem nézünk, hanem hát ugye az Isten örök jóságára jelenít, ott nem illik mosolyogni, meg tréfálkozni, semmi, nagyon komolynak kell lenni. Ugyanis a gyóntatószékben is, ugye a gyónó kijön, na most gondolom, hogy ezt itt csak így üzemi titokként elmagyarázom. Mi feleségemmel egy azon lelkiatyához jártunk évekig, míg meg nem halt közösen gyónni, és hát közben kisgyerekünk az nőtt. Igen. És hova tegyük, megyünk gyónni a Jóska bácsihoz, és akkor hát ő is jött velünk, ugye? És akkor hát előbb a feleségem ment, aztán én vagy, épp ahogy sikerült. Hát, beszélgetek, és akkor bemegyek a gyóntatószékbe, addig ő kimaradt édesanyjával. Kijöttem, azt mondja, mit csináltál, kérdezi tőlem, mikor én leültem mellé, feleségem bement. Hát mondom, hogy gyóntam, az mit jelent? Hát, próbáltam, de akkor nem volt még iskolás, óvodás volt, tehát még iskolában saját, hogy jó Istennek, bánatot okoztam, most bevallottam az én bűneimet, és ő is akar, és akkor be kellett menni vele a gyóntatószékbe, nem érte fel azt a kis pontot, fölállt, és akkor ott álltam mögött, és akkor ő is mondta a magáét. Nagyon jó. Mert nem azt látta, hogy úgy jöttem ki a gyóntatószékbe, hogy így. Igen. Tehát valahogy azt láthatta, hogy úgy jöttünk ki a gyóntatószékbe, hogy az valami jó dolog lehet. Igen. Az öröm forrása lehetett, tehát nem elvette a kedvét. Na, hadd húzzak egy másik kártyát. Igen, légy szíves. Ezek már meg, ez meg volt. Igen. Ki van terítve a terített betli. Igen. Igen. Bocsánat, az meg volt, de közben miért még ezt felolvasnám, ezt a képet, hogy a kedves nézők látták, ez a kép, ami rajta volt ez, hogy mindenkor örüljetek, és ebben a könyvben úgy szintén látszik ez a kis képecske, és itt szívbe ágyazott hangjegy címmel, és erről a Rainer von Hussenről van szó, a vele való kapcsolatról, és azt mondott, hogy Rainer tényleg az az ember, aki mindig mosolyt varázsol az arcomra, ha rágondolok. Nagyon sokat nevettünk együtt. A nevetés, messze túllépve a racionalitás határait, nem a humor észleléséről, sokkal inkább a lélek önfelett öröméről szól. Ezzel a Rainerrel sokat nevettetek. Igen. Ő az, akinek aztán végül ez a kép... A sírkövére került. Igen. Tudnál ilyen Rainer sztorit, ami jót nevettetek elmesélni esetleg nekünk most itt? Hát ez azért mulatságos, mert ugye, ha tovább olvasnád, de nem kell nem, most nem olvasom, én elmondom, tudom, igen. Hogy nagyon érdekes, hogy itt tényleg az örömteli lelkek egymásra érzése volt a kettőnk közötti nevetés, mert ugye én sem angolul, sem németül nem tudok azon a szinten beszélni, hogy pontosan megértettem volna, hogy ő mit is mesél. De már a mesélés közben ő annyira huncutul jókedvű volt, és amikor elmondta a poént, legelőször is ő óriási gyöngyöző kacajjal jutalmazta meg a saját poénját. Én meg mivel szeretettem voltam iránt, és teljesen rá voltam hangolva az ő egyéniségére és örömére, én is gyöngyöző kacagással válaszoltam rá, tehát igazából a poént nem volt szükség poénra. De nem volt, ezért mondom, hogy a racionalitáson túl van. Az együttnevetés öröme. Az együttnevetés, és ez az annyira, hogy összekovácsolja az ember. Tehát ha két ember tud együtt nevetni, azok nem fogják egymást megtámadni évtizedekig, az biztos. Igen. Itt még az előbb, ez a szívből kívül hangi egy kereszt, meg hogy ez rákerült a sírra. Tehát, hogy azért benne van az, hogy a szeretet, az áldozat, a kereszt az mégsem a vidámságnak a szimbóluma elsősorban, de mind ez az örömnek a forrása lehet. Eszembe jut egy kedves székely vicc, ami talán nézőknek is ismerős lehet, hogy a székely veri a kutyáját. Igen. És a másik látja, nézi, azt mondja, esvál. Hát mi verik-e azt a kutyát? Hallgat az öreg, egyet-kettőt még rúg a kutyába, azt mondja, hadd örüljön. Hogyhogy? Ha majd, ha elengedem. Na most ugye az ember a szenvedés közepette sokszor nem érzi még annak az örömnek a
az igazi ízét, de onnan visszatekintve, a visszatekintés szempontjából nézve, minden mögött felsejlik. És ez a kép, amit most húztam, azért szép, mert nekem nagyon szép. Ugye itt is ég nálunk most a gyertya, és egy gyertya fölé hajló arc, lelked igazi otthona a csend, rejtelmek szentélye, melyben készen vár az üzenet. A bölcsek némán hallgatják, de a bolgák elűzik, és locsogva tovább matatnak a hírek ócska piacán. Korunk nagy lelkiírója Simon András. Ja. Idézete volt. Igen. No, tehát, hogy a lelked igazi otthona a csend. Jó ez a baráti együtt kacagás, de talán pont azokat az örömöket, amik nem a poém meg a humor szintjén örömök, hanem a könnyek közt való kacagásnak a mélységei, a humor szó egyébként, erre utal. Ugye humor, humoris a latinban az nedvességet jelent. Tehát az ember könnycsepje mögül előcsillan az örömet. Nem hogy úgy nevetek, hogy kicsódulok a könnyén, nem erre gondolok, hanem hogy volna mind sírnom, és abban megtalálom az örömöt. Igen. Na most ehhez viszont ez a varázsmondat. Lelked igazi otthona a csend, és hogy az öröm hogyan szerezhető meg, miből fakad az öröm, hogyan lehet felismerni, miből veheted, hogy találod meg, tehetünk-e érte bármit, hogy az öröm az egy cél vagy gyümölcs, hogy fedezhetem föl? Köszönöm ezt a választ. Mm. Azt mondod, hogy a lelked igazi otthona a csend, amiben sok minden végigfut rajtam. Tehát, hogyha kezdted a reggelt avval, hogy üres lap, rájöttem, hogy köszönöm, és kösz szépen, uram, bármit ráírhatsz, akkor az este avval a csenddel zárul, hogy ezt végig listázom, hogy mi mindent kaptam ma az Úristentől, és akkor ezt felemeli az ember. Még az jutott nekem eszembe, hogy a Jóisten a saját lelkének a szikráját adta belénk mindnyájunkban a Szent Lelkével, és az öröm egyik alapvető forrása az, hogy megpróbáljuk az Atya lelkét magunkon átáramoltatni, mert az Atyának adakozó lelke van. Az Atya az ad. Adja előítélet és feltétel nélkül adja a szeretetét. És én azt látom, hogy az öröm megtapasztalásának az egyik alapvető feltétele az, hogy akarjunk adni, akarjunk megosztani. De mit? Hát ehhez kell viszont az, amit az ember a csendben tapasztal meg, ha ráhangolódik vágyakozó szeretettel Istennek a szeretetére, hát azt tudom csak továbbadni, amit magam is kaptam. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Igen, mert semmim sincs, amit nem felülről kaptam volna. Ha az ember átéli a megajándékozottság örömét, akkor fölfedezi ezeket a lelkében nyíló rózsákat, és egyszerűen azt érzi, hogy szeretnék adni. És amikor ad, akkor meg a visszajelzésből is sokszor megkapja azt az örömet, hogy jót tett, ott egy gyógyírt adott, itt egy jó szót adott, itt csendet adott, itt egyszerűen csak meghallgatást. Aztán a szeretet művészetének és az öröm felfedezésének a művészetének egy következő lépcsője, amikor az ember úgy tud már adni, hogy az adás gesztusa teszi boldoggá és örömtelivé, anélkül, hogy elvárná, és ez egy kulcsszó, elvárná a köszönetet. Mert amikor nincs köszönet, az mutatja meg, hogy mennyire vagyunk tulajdonképpen még a saját elvárásainknak a rabjai, akkor az nagyon sokszor el tudja kedvetleníteni az embert. Így mondja a közmondás, nem bibliai közmondás, mondhatja, hogy dominus hilarem datorem diligit, szinkronizálom. Tehát, hogy az Úr a jókedvű adakozót szereti. Igen, tehát nem igen, az, hogy látszik, igen. Hogy most ezt én elhatároztam. Ez a jó feltétele. Én ezt most megcselekszem. Igen. Megteszem veled, bár te nem is érdemled. Én most jót teszek neked, és akkor megvan a jó cselekedet. De ettől nekem sincs öröme, nekem se, én is csak verejtékes vagyok tőle. Azt a felszabadult adakozás, hogy felszabadultan így adna, ez az öröm forrása neki is, akinek adom, meg aki adja annak is. Most akkor kísért nekem a gondolat, hogy ezeket a kérdéseket föltegyem azért itt ennek kapcsán, hogy vajon biztos, hogy aki
nevet, az boldog? Biztos, hogy aki örül, az boldog. Biztos, hogy aki boldog, az mindig örül. Biztos, hogy aki szomorú, az nem boldog. Biztos, hogy aki boldog, annak minden öröm. Biztos, hogy aki örül, annak minden nem szenvedés, hanem... Tehát ezek hogy is fűnnek ezek össze? Bánat, szomorúság, öröm, boldogság. Kavarodna bennünk ezek a gondolatok, hogy lehet-e egy ember úgy boldog, hogy éppen most szomorú? Lehet-e valaki örömteli akkor is, amikor ten éppen általában mégsem boldog ember, de most éppen örül? Hogy van ez? Mit gondolsz te erről? Hát én nagyon leegyszerűsítem ezeket a dolgokat. Bonyolult kérdéseket? Egyrészt azt gondolom, hogy aki bölcs, aki eljutott az életnek egy elég mély bölcsességére, az nem keresi a boldogságot. Mert a boldogság hajszolása és maradéktalan megélésének a erőltetése, az óhatatlanul egy válságsorozatba vezeti az embert, mert hiszen ahhoz, hogy én boldognak érezzem magam, nekem rengeteg feltételt kell a világnak teljesíteni ahhoz, hogy én boldognak érezzem magam. Tehát aki a saját boldogságát teszi első helyre, az megmondja, hogy milyen legyen az időjárás, hogy viszonyuljanak hozzá az emberek, milyen történések tegyék őt jókedvűvé nap, mint nap, és ez nem így fog megtörténni az életében, és akkor ő boldogtalan lesz. Tehát én annyiban egyszerűsítem ezt a dolgot, hogy a Szeretet közelben című könyvemnek a mottója tulajdonképpen ez, ha jól tudom idézni, hogy ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress, és fontos leszel. És igen. Én azt gondolom, hogy nem kell semmi másra törekedni ebben a földi életben, mint arra, amit a Jóisten valójában ránk bízott, hogy azt a szeretetet, amit ő valamikor az idők hajnalán a lelkünkben elhelyezett, aztán megtestesülésünk folytán ebben a porhüvelyben hordozzuk ezt a lelket, tehát hogy azt a szeretetet, amit tőle kaptunk, azt a szeretetet kell nekünk megsokszoroznunk, és azt kell továbbadnunk mindenki más felé. Ez fog minket boldoggá tenni, vagy ha nem tudjuk és nem akarjuk továbbadni a szeretetet, vagy megélni se akarjuk azt a szeretetet, amit az Isten adott nekünk, akkor az fog minket boldogtalanná tenni. Még valamit szeretnék itt elárulni a kedves nézőknek is, neked is egy picikét azért ez művejtitok, hogy is esett a választásom rád, hogy miért is szeretném, hogyha ebben a műsorban az örömről a Huncut mosolyodón kívül beszélgessünk, mert ugye a bajszott szakáll sok mindent elrejt, de közben azért a vonalak jelzik, hogy ott mindig ott settenked egy pici kis öröm. Hogy is kerültem én oda, hogy Simon András szeretném ide leültetni, és beszélgessünk az örömről. Az úgy volt, hogy amikor elkezdtem erre a műsorra készülni, egyáltalán magával ebben a műsor folyammal foglalkozni, itt az örömről lesz két hetente egy beszélgetés, kezembe akadt az 1984-es Vigília. Még a könyvedet nem ismertem, de ezt hozzá kell tennem. A könyve nem volt meg a könyvbemutató, nem találkoztam vele, nem tudtam a könyvről. Ellenben hát elővettem ezt a Vigíliát, ami faksimilében letölthető. Ugye itt a 84-es Vigília 12. decemberi számának az első lapja. Mi látható rajta? Egy rajz. Kinek a rajza? Nagyon régi rajz már, igen. Simon Andrásnak a rajza. És akkor ugye itt a rezümében látom, felsorolják, ki mindenki működik közre ebben a számban. Ez a karácsonyi szám 1984-ben az akkori már élő és azóta is folyamatosan meglévő vigíliás hagyományt követve egy körkérdést tesz fel a karácsonyi számban az olvasóinknak, illetve nem csak az olvasóinknak, hanem általa választott megkérdezeteknek. Ilyen esetben 1984-ben a Vigília körkérdés az örömről szólt történetesen. Így került kezembe ez a Vigília, mert ezt kerestem, örömről valamit, ugye? És akkor belongerjét az Isten öröme, címmel így csodálatos dolgot, Kerekeskár az öröm teológia, csodálatos dolgot,
Török Endre a Szeretet Öröme Egyetemes, Farkasfavi Dénes az Öröm Teológiai Szent János Evangéliumában csupa-csupa ilyen dolgok, és utána megyek lefelé, látom, hogy rajzok Simon András munkája, és akkor az egészet végre olvasgatom, és nézem benne a 84-ek, ezzel gondolkodni, akkor hogy is volt az András 84-ben, és akkor ez annyira az elején van. Igen. És akkor olvasom ezt a könyvet, és nagy örömmel bukkanok rá, hogy a te örömeid elindulásában, forrásában, a Rajnere volt talán mindenben, micsoda jelentős szerepe van ennek a vigiliás találkozásnak. Igen. Esetleg ezt el is szokott tudni mondani, ugye ebben a műsorban vendégünk, ebben a székben Lukács László atya is, ővele már találkoztak a nézők, hogy miért egymás után kerültök sorra, ez is ki fog most derülni. Igen. El tudnád esetleg mondani? Igen. Az örömeid között. Hát ez egy valóban nagyon nagy öröm, mert kezdő grafikusként szerettem volna valamilyen módon publicitást találni a rajzaim számára, és hol találhattam volna, mint az Új Ember című újságban, amelynek az akkori főszerkesztője Lukács László, piarista, szerzetes tanár és tudós volt. És aztán később azt is megtudtam, hogy a Vigiliának is ő a főszerkesztője, és akkor miután az Új Ember kapcsán már volt nexusunk egymással, megengedte és támogatta, hogy a Vigiliában is megjelenjenek a rajzok. És az nagyon fontos, hogy... De itt nem ért véget a kettőtök történetre. Nem, valóban nem, mert ugye a magyar sajtóban való megjelenés után arra gondoltam, hogy talán lehetséges volna, ez egy álmom volt, hogy külföldi, esetleg nyugati, nagy katolikus lapnak a hasábjain is megjelenhessenek a rajzaim. És mivel tudtam, hogy a Lukács László Lukács László atya sok-sok külföldi konferencián is részt vett, óriási tudással, nyelvkészséggel, gondoltam, hogy sok kapcsolattal rendelkezik, és elmentem hozzá, és megkértem őt, hogy legyen olyan kedves, adjon nekem egy olyan címet, akihez fordulhatnék, és akkor ő nekem megértő szeretettel Günther Miesznek a nevét és címét adta meg, aki a legnagyobb Németországban működő katolikus heti lapnak volt a főszerkesztője. Csak később tudtam egyébként meg, hogy ő éppen akkor még egy-két évtizedig, vagy hosszú évekig a katolikus újságírók világszövetségének is az elnöke volt. Nagyon jó kapcsolatot adott László atya. És azzal, hogy Günthernek elküldtem a rajzaimat, és ő ezeket a rajzokat értékelte és szerette, ezzel én kapcsolatba kerülhettem egy nagyszerű emberrel, aki nem csak barát, hanem szponzor is volt ilyen módon az életemben, és neki köszönhetem a Rainer van Hoosennel való találkozást, sok németországi kiállítást, úgyhogy nagyon hálás vagyok László atyának, és szeretném, hogyha a könyvet személyesen neki dedikálva át is adhatnám majd. Biztos ülni fog neki. Egyébként csak, ha már a könyvet annyit emlegetjük, akkor kapható még ez a könyv? Ez a keresztény könyvesboltokban folyamatosan kapható. Igen. Akkor ez nem úgy van, mint a naptár, ez még van. Ez még van, ezt lehet. És a galériában is lehet kapni. Igen, a Simon galériában, itt a reklámnak ennyit engedjünk meg, igen, hogy hol tárolt ez a galéria. A Széll Kálmán tértől 6 perc gyalog útra a Várfok utca 12-ben található. A Simon galéria, ott a képek is, igen, könyvek is, sok minden más megtalálható. És akkor hadd húzzak én még egy kis kártyát, mert ugye három magyar igazság, még csak kettőt húztam, amit alulról egyet kibányászok, meglátjuk, hogy mit üzen nekünk. Jaj, de jó. Igen, hát ez egy naptár, ha már naptárról lesz ez szó. Igen. Naptár, talán a kamerán nem nagyon látja, és a naptáron a Szentlélek jelenik meg. Igen. Az időbeosztásomat, a napjaim vezetését bízzük az Úristenre, és így hangzik a gondolat, itt már nincs szerzős, hogy kiírta ezt a gondolatot. Köszönjük, Úrunk, hogy nincsenek szürke hétköznapjaink, csak ajándék időnk van, amely újabb és újabb lehetőséget kínál arra, hogy szent lelked által átéljük jóságos szeretetedet, és megosszuk örömünket testvéreinkkel. Én azt hiszem, hogy ennél szebb befejező ajándékot nem is kaphattam volna tőled, és a nézők nevében is megköszönöm. A naptárunk fölé ezt kéne nekünk is oda képzelni mindig, hogy a napunk fölött ott van a Szentlélek, vezessen bennünket, hogy észrevegyük a mindennapjaink örömét,
és aztán legyen bátorságunk, amit a Szentlélek megvilágosított, átéljük ezeket az örömöket, és megosszuk az örömeinket testvéreinkkel. Köszönjük, hogy velünk megosztottad egy picikét legalább az életed örömét, és kívánjuk, hogy a rajzédon keresztül még sokáig oszd meg velünk a Szentlélek örömét és szépségét. Köszönöm a meghívást. Nézőknek is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.